Az érkezett ügyeket meghaladó ügymennyiséget teljesített 2016-ban a megyei bírósági szervezet, hangzott el a nyíregyházi törvényszék évértékelői bírói értekezletét megelőző sajtótájékoztatón. A törvényszékre és a hozzátartozó járásbíróságokra tavaly több mint 81 ezer peres és nem peres ügy érkezett, és csak nem 13 ezer maradt folyamatban, illetve minimális volt azoknak az ügyeknek a száma, amelyek visszakerülnek az elsőfokú bíróságokhoz. Az OBH elnöke ugyanakkor elismeréssel szólt a nyíregyházi törvényszék tavalyi munkájáról, kiemelve a jó időszerűségi mutatókat és a hatályon kívül helyezések alacsony számát. Dr. Nyakó Zsuzsanna, a nyíregyházi törvényszék elnöke a vendégünk. Jó estét kívánok, köszöntöm. Jó estét kívánok. Na hát nézzünk egy kicsit a számok mögé. Pontosan mit jelent az időszerűség kérdése, mit jelent a megbízhatóság kérdése, illetve a törvényszerűség kérdése? Hát, mint ahogy említette is, 81 ezer pár száz ügyünk érkezett 2016-ba, és ezt meghaladó 82 ezer pár száz ügyet fejeztünk be. Ennek azért van nagy jelentősége, hiszen az ügyfeleknek, mindenkinek minél hamarabb kellene, hogy megalapozott döntést hozzanak a bíróságok. Mi magunk is törekszünk arra, hogy észszerű határidőn belül és hatékonyan megalapozottan ítélkezzünk. Ehhez a két számhoz kapcsolódik még az, hogy hogyan ítélik meg a mi ügyeinket a fellebbviteli bíróságok, tehát a járásbírósági helyi szintet, a törvényszék, illetve a törvényszék elsőfokú ügyeit az ítélőtábla. Ez a megalapozottság kérdése. Igen, ez a megalapozottság kérdése. Tehát mennyi ügyünket fellebbezik meg az ügyfeleink, a megfelebbezett ügyek mennyiben maradnak helyben, tehát amikor azt mondja a fellebbviteli bíróság, hogy megalapozottan ítélkeztünk, ha van valami probléma, akkor pedig hatályon kívül helyezik az ügyeket. Ebből egy is sok az ügyfélnek, a bírónak, a bírósági szervezetnek, de természetes, hogy fordulnak elő olyan fajta problémák, hibák, amit aztán a bírósági szervezet saját maga korrigál, akár egy ilyen hatályon kívül helyezéssel. Hogyan kell tekintenünk erre a bizonyos ügyszámra? Egyrészt a 2015-ös, 14-es, illetve megelőző évekhez képest, másrészt más bíróságokhoz képest. Ezzel folytatnám, ezzel az utolsó kitételével. A nyíregyházi törvényszék és a hozzátartozó helyi bíróságok az országos, mintegy 1,3 millió közötti peres és nem peres ügyérkezésből 5% körüli arányban részesedik. Tehát ez a 81 ezer pár száz ügy, ez az összes érkezésnek 5% körüli része. Ugyanehhez kapcsolódik a befejezési arányszám, és 4,8% az ügyeknek, ami nálunk folyamatban maradt. Tehát ez az, amennyi ügyet mi feldolgozunk az országban a bíróságokra érkezett ügyekből. Ennek a nagyobb része nem peres ügy, hogy milyen is ez a nem peres ügy, tehát például szabálysértési ügyek, vagy végrehajtási ügyek, vagy nagyon sok ügyel foglalkozunk, cégekhez kapcsolódóan cégbejegyzés, módosítás, törlés, felszámolás, vagy civil szervezetek, tehát alapítványok, egyesületek ügyeivel, illetőleg vannak szémszámmal peres ügyeink, büntetőügyek, polgári ügyek, gazdasági ügyek, munkaügyek, vagy pedig mondjuk a közigazgatáshoz kapcsolódóan közigazgatási határozatokat vizsgálunk felül. Elhangzott ugye, hogy több ügyet fejeztek be, mint amennyi beérkezett. Ezt pontosan hogy kell értelmezni? Ez azt jelenti, hogy ugye körülbelül ilyen 12-13 ezer közötti ügy maradt folyamatban 2015-ről, és ez a 81 ezer pár száz ügy érkezett, és ezt meghaladóan mintegy 300 ügyel több ügyet fejeztünk be, tehát magyarán nem növekszik az a hátralék, amit meg kell oldjunk, amennyi ügy marad nekünk folyamatban 2016 év végén. Ez azt jelenti, hogy időszerűbben hamarabb kaphatnak döntéseket az ügyfeleink. Mi lehet e mögött, mivel lehet indokolni azt, hogy hatékonyan tudtak dolgozni? Hát több összetevője is van, mondjuk elsősorban a bírák és az alkalmazottaknak a nagy odafigyelése, a megfeszített munkája,
több programot is hirdetett ennek érdekében, tehát az ítélkezés hatékonyságát, időszerűségét javítandó az Országos Bírósági Hivatal elnöke. Volt egy ilyen program 2016 tavaszán, ami a két éven túli ügyek, a hosszú pertartalmú ügyek számának a csökkentését célozta meg. Volt egy fenntartható fejlődés elnevezési programunk, amelynek az egyik pillére, az egyik lába, ez kifejezetten az ítélkezésnek a hatékonyabb átételét szorgalmazta, segített elő, képzéseket tartottunk bíráknak, nagyon sok jogszabályváltozás van, amit nyomon kell kövessünk, és ennek érdekében mind papíralapon, mind elektronikusan igyekeztünk feldolgozni ezeket a változásokat, megbeszéléseket tartottunk, szakmai megbeszéléseket, ami mind azt segíti, hogy a bírák hamarabb, jobban tudjanak dönteni. Hogy áll emberi erőforrással a nyíregyházi törvényszék? Abból a szempontból, hogy ugye mennyi ügy érkezik hozzánk, illetve az országos ügyérkezésből mi hogyan is részesedünk, úgy megközelítőleg körülbelül arányaiban annyi bíró dolgozik a törvényszéken, illetve alkalmazott, mint amennyi ügyel részesülünk az országos ügyforgalmi adatokból. Az elmúlt év decemberében nőtt a bírói létszámunk 121-re, illetőleg 2017 tavaszán az Országos Bírósági Hivatal elnöke, hiszen ő dönt erről, plusz két további törvényszéki bírói álláshelyet rendszeresített nálunk. Ezek elsősorban amiatt fogjuk tudni betölteni, mert hogy ugye két BV intézet fog létesülni a megyében, és ez plusz feladatokat fog ránk róni, illetőleg nagyon nagy a törvényszéken az elsőfokú büntetőügy érkezés, illetőleg a fellevviteli. Hát ugye elsőfokon, törvényszéken, büntetőügyekben a nagyon súlyos emberölés, a nagyon súlyos gazdasági bűncselekményeket tárgyaljuk, illetőleg fellevvitelben is nálunk nagyon a büntetőügyszak nagyon megterhelt, nagyon sok ügy érkezik másodfokra. Hogyan alakul az elektronikai fejlesztés, hiszen az informatikai bővítések, fejlesztések azért nagyon jelentősen befolyásolják az ügyeknek a pörgetését? Hát ez is mondjuk a hatékonyságot szolgálja, illetve az, hogy az ügyfelekkel modernebbül tudjuk tartani a kapcsolatot. 2016. július 1-től vált általánossá a járásbírósági szinten is, a korábbi törvényszéki szint után, a polgári ügyekben, a civilisztikai ügyekben az elektronikus kapcsolattartás azokkal az ügyfelekkel, akinek van jogi képviselője. Ez mondjuk megkönnyíti azt, hogy nem papíralapon, postán, 10 napos kézbesítés idővel, hanem akár e-mailben rögtön tudunk kommunikálni, tájékoztatókat küldünk ki az ügyfeleknek. Ez mondjuk mind az eszközök, mind pedig a programok területén fejlesztést igényelt, ezt mi részben helyben, részben pedig az összes bíróságon ez megvalósult. Illetőleg nagyon fontos az, hogy az ügyfelek hogyan férnek hozzánk, tehát hogy hogyan találnak meg minket, illetőleg hogyan tudnak tőlünk segítséget kérni. Például ezzel kapcsolatban van nálunk egy ügyfélfogadási nap, mi panasznapnak nevezzük. Lehetőség van telefonon időpontot foglalni. Most van egy olyan fejlesztésünk folyamatban, hogy e-mailben, illetőleg a mi saját honlapunkon bejelentkezve lehessen, mondjuk az okmányirodákhoz hasonlóan ezzel az ügyfélfogadással kapcsolatosan is időpontot foglalni. Dr. Nyakó Zsuzsanna, köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt. Én is köszönöm az érdeklődést.